Köszönöm, hogy meghívtak ide a Fidesz irodába. Én provokáltam persze, de elkészült már majdnem szinte ez a létesítmény, és így lehetőségünk, hogy itt beszélgessünk a stúdió helyett. Fülöp Zoltán ugye a Fidesz városi elnöke, illetve a önkormányzati frakció vezető helyettese. Most így igaz, pontosan, igen. Csere történt a posztban. Akkor csapjuk a közepébe, illetve így egy kicsit ugorjuk vissza az időbe, hogy mit szól a legutóbbi országgyűlési választások eredményéhez, úgy is, mint fideszes politikus, és úgy is, mint helyben ellenzékben levő önkormányzati képviselő. Hát azt gondolom, hogy a jobboldali politikusok részéről egyértelműen óriási sikernek könyvelhetjük el a legutóbbi parlamenti választásokat, úgy országosan, mint itt helyben is. Itt a helyi Fidesz is nagyon kivette a részét a munkában, és szerintem szép sikert értünk el új országgyűlési képviselő jelölttel. Mondom ezt az újat idézőjelben, hiszen egy országosan ismert politikusról beszélünk, dr. Navracsics Tiborról, aki ma már miniszterként dolgozik a kormányban, úgyhogy számunkra ez egy óriási megtiszteltetés és egy óriási siker, hogy a hármas számú feladat. És nagy feladat, hármas számú választókerület gyakorlatilag kormánytagot tudott adni a mai magyar kormánynak. Úgyhogy nagyon sokat, sok-sok feladat és munka áll előttünk. Nagyon bízom benne, hogy miniszter úrral egy már a választások alatti időszakban is egy nagyon kellemes és jó munkakapcsolat alakult ki. Hogyha így tudunk tovább dolgozni, akkor ez mindannyiunk sikerét hozhatja. Akkor közeledjünk kicsit Ajkához tényleg, és hadd kezdem meg, hogy mik azok a fő célok, amiket önkormányzati képviselőként tud támogatni mondjuk a városi fejlesztések esetében, vagy milyen megoldandó feladatokat lát, ami nagyobbak közé tartozik. Én azt gondolom, hogy első körben el kell jutnunk oda a polgármester úrral, hogy tényleg részletesen beszéljük végig a város koncepcionális elképzeléseit. Azok a feladatok, amelyek részben már megvalósultak, illetve ebben a pillanatban is folyamat alatt állnak, és már a mi segítségünkkel történhet meg az előrelépés, értem ez alatt például a tó és környékének fejlesztését, az számunkra egy abszolút támogatandó történet. Ezért is kértem annak idején kormánybiztos urat még akkor ebben a státuszban és képviselőjelöltként, hogy segítsünk a városnak abban, hogy a város szívében lévő csónakázótó és környéke mielőbb meg tudjon újulni, hiszen ez évtizedek óta az ajkai lakosokat szolgálja ki, és nagyon fontos, hogy és itt az ideje annak, hogy egy jelentős megújuláson essen át. Erről a polgármester úrral már azért én magam is többször személyesen egyeztettem, éppen talán néhány héttel ezelőtt legutóbb említette azt a koncepcionális elképzelést, amely nem csak a tó közvetlen környezetét, hanem a tó körül kialakítandó olyan rendezvényközpontot és olyan sétányokat és olyan futópályának a megvalósítását tartalmazza, amely megint csak a lakossági igények, felmerült igényeket tudja kiszolgálni. Na most kössük össze a két dolgot, mármint az, hogy kormánypárt ellenzék, tehát ön szerint gátolja-e, ez lehet, hogy egy álságos kérdés, a helyi fejlesztéseket gátolják-e a kormányzati elvonásokért, tehát Ajka kényszerűen szűkített költségvetése? Vagy ha igen, ki lehet-e törni ebből a körből? Én azt gondolom, hogy értelemszerűen, amikor némi pénzelvonás történik egy költségvetésből, az soha nem segíti a beruházásokat, fejlesztéseket, de ezek a kényszerlépések, ezek a Covid eredményei, és ezt nem lehetett elkerülni. De ezzel párhuzamosan mégiscsak bebizonyosodott, és a Fidesz kormány által biztosított támogatások kezdik helyre billenteni a város költségvetését, és ebben nekünk óriási szerepünk van. Tehát mindig azt mondom, hogy egyrészt lokálpatriótaként, másrészt itteni több mint 25 éve képviselőként dolgozom, nekem mindenképpen célom a város fejlesztése. Inkább a város fejlesztésének mértékét és a prioritások meghatározását kellene egy kicsit jobban összefésülnünk polgármester úrral, és kétségtelen, hogyha a világ, amit hozott az elmúlt időszakban, az egy gazdasági válságot okozott az egész világban, és ez biztos, hogy nem fog nyom nélkül eltűnni, és az önkormányzatokat is valamilyen módon érinteni fogja, akkor kénytelenek leszünk egy kicsit átgombolni a kabátot, és hozzáigazítani az elképzeléseinket a lehetőségeinkhez. Most a
régi új kapcsolatait felhasználva tud-e lobbizni bizonyos célok megvalósításáért. Tehát nem, ő érzi úgy, hogy esetleg maga alatt vágja a fát, ha túlságosan és vehemensen kiáll a helyi érdekek mellett, tudván azt, hogy hát azért szűk az ország büdzséje is, és egy bizonyos szintnél tovább nem lehet menni. Azt gondolom, hogy őszintének kell lenni itt is. Tehát nem lehet olyanokat ígérni, ami mögött nincs megvalósítható tartalom. Erre talán jó példa a kórház fertőző osztályának felújítása, amiben nem nagyon hitt senki az elmúlt néhány hónapban. Akkor is azt mondtuk, és talán éppen önnel beszélgettem egy hasonló műsor kapcsán, és ígértem meg azt, hogy mindent el fogunk követni, hogy Ajka ne maradjon kórház nélkül, és különösen azért, hogy mindig fejlesztés alatt legyen az Ajkai Kórház, hiszen egy ekkora volumenű egészségügyi intézményt egy ilyen helyen, Veszprém megyében, logisztikai útvonalra gondolok, egyszer nem lehet megszüntetni, és nagyon sajnáltam azokat a dezinformációkat és rossz hírkeltőket, akik sokat beszéltek arról, hogy az Ajkai Kórház bezárásra kerül. Szerintem óriási lobby eredménye az, hogy idáig eljutottunk. Én nagyon örültem annak, hogy képviselő jelölt úr akkor meghallotta a mi kérésünket. Nagyon sokat beszélgettem ő vele személyesen is a kórház helyzetéről, és sikeres volt ez a lobby tevékenység. Nem szabad ilyenkor egy országos politikát, illetve a helyben lévő politikai harcokat, illetve politikai erőket harcba hívni, hanem közösen meg kell fogalmazni a kitűzött célt, és ezért mindent meg kell tenni. Most is ezt mondom, a városfejlődés az első. Most nem akar könnyen vitatkozni, de nyilván mindig két oldal az igazságnak legalább. Igen. És egy ellenzéki oldalon meg azt mondhatják, hogy hát beérett a nyomás, amit gyakoroltunk a kormánypártokra, és néhány nappal a választások előtt bejelentették a fertőzőosztály tényleges felújítás, sőt, el is indult a tényleges felújítás. Tehát végülis ugyanoda vezet mind a kettő, most ezen ne nyissunk vitát, hogy mondtam. Hát ez egy politikai szép játék, a retorika játéka és a politika játéka, de egy biztos, jelen pillanatban ezt az országot a jobboldali kormány vezeti, gyakorlatilag a pénzes kassa kulcsa az ő kezükben van, és ezt a forrást ők biztosították. Igen, ez kétségtelen. Ha már a kórháznál tartunk, mennyire figyeli az ajkai polgárok egészségügyi ellátását, vagy annak a helyzetét? Ugye hallani rossz híreket is, ez kétségtelen. Minket is megkeresnek telefonon, hogy valaki mondjuk ultrahangvizsgálatot kért pajzsmirigyére, és novemberre adtak neki időpontot, az hogy 7 hónap. Egymás azt mondta most nemrégiben, hogy bezár az endokrinológiai osztály, amiből az igaz, én érdeklődtem, hogy nyugdíjban megy az egyetlen a személy, aki ezt csinálta, körülbelül erről van szó, de hát akkor is, és egy ritka betegségfajtáról van szó, de akkor is, mint egy oldalról ilyen leépülési folyamat menne végbe. Érdekelne, hogy van ennek valamilyen pozitív része is, vagy oldala is, mondjuk az, hogy gyakran emlegettük Rigg Lajossal például korábban, hogy nem lenne baj, hogyha a magánegészségügyi ellátásba kényszerülők valamiféle állami támogatást kapnának, hogy lát-e ilyesmire mondjuk lehetőséget. Nézze, egy kórháznak a menedzselése 2022-ben Magyarországon, illetve mondhatjuk azt, hogy egész Európában nem egyszerű. Tehát a kórház, az orvos képzés, az egy rendkívül drága képzési forma, ugye Európában nem minden ország képez orvost, az elszívás Magyarországról nagyon erős, hiszen a magyar orvosképzés világszínvonalú. Kétségtelen, hogy a bérekkel versenyezni egy Svédország, Anglia, Németország vonatkozásában Magyarországnak nagyon nehéz. Mindettől függetlenül az elmúlt időszakot, ha megnézzük, és megnézzük azokat az exakt számokat, amelyek a bér vonatkozásában az egészségügyben megjelentek, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó irányt mutatunk, és egy jelentős előrelépés történt úgy az orvos bérezésénél, mint a kiszolgáló személyzet esetében. Természetesen soha nem fogjuk elérni azt, hogy mindenki teljesen meg legyen elégedve. Ez a dolog egyik része. Az, hogy mennyire lehet kiszolgálni, és mennyire van orvos hiány, hol kell esetlegesen megszüntetni szakfeladatokat orvos hiány miatt,
Az is egy nagyon-nagyon nehéz kérdés ma az egész világon egyébként, különösen Magyarországon, de itt az Ajkai Kórház vonatkozásában a kórház főigazgatója nagyon jól menedzseli ezt a kórházat. Eddig még minden ilyen irányú feladatot megoldott. Most is volt egy nagy-nagy, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, úgy tudom, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem szervezésében volt egy hatalmas nagy ilyen vásár és felhívás az orvosoknak, ahol a kórház, összes kórház kiállíthatott, és ugye lehetőséget biztosít a végzős orvosoknak. Ajka a legpotentáltabb helyen kapta meg a kiállítás lehetőségét, persze nem ajándékban, hanem a kórház menedzsmentje intézte ezt így, és komoly érdeklődés van. Ezt azért össze kell fűzni azzal, és itt jön megint a város önkormányzatának komoly felelőssége és feladata, hogy a városnak biztosítani kellene olyan bérlakásokat az orvosok részére, amellyel ide csábíthatóvá válik az orvostársadalom. Ugye az nem válasz egy város polgármesterétől, hogy attól, hogy állami feladat lett a kórházi ellátás, attól egy város önkormányzata teljes egészében elhatárolódik az esetleges megoldások keresésétől. Természetesen félreértés ne legyen, nem ez történik Ajkán sem, mert a polgármester úr napi kapcsolatban van a főigazgatóval, keresik a megoldásokat, de ennek intenzitásán javítani kellene. Igenis több bérlakást kellene a városnak biztosítani, több lehetőséget kellene adni így ebből a szempontból a kórház mögé betenni, hogy ezzel inspirálva legyenek a kezdő orvosok, és úgy, mint annak idején a 70-es években ugyanígy jöttek ide akkora a ma már nagy nevű orvosaink, hogy lehetőséget kaptak lakásra, lakást kaptak, jó bért kaptak, és itt megterepedtek. Ugyanezt kell nekünk most megoldani. Igen, de hát, hogy színesítsük a képet, ugye mérnök hiány is van Ajkán, szeretnénk, ha több turista jönne, szeretnénk, ha itt laknának helyben a cégek vezetői például. Igen. Ezek mind lakásigényt jelentenek, legalábbis, ha nem is bérlakás, de a nagy része bérlakásnak kellene lennie, tehát azért nem áll meg sajnos itt a költségvetés ennél többre? Nem. Kétségtelenül igaz. Erre megvannak a támogatási formák, én azt hiszem, ki kell ezeket aknázni, ki kell a lehetőségeket használni. Azért ma már Ajka úgy az építési terkek parcellázásában, mint például a szálloda és szálláshely vonatkozásában, illetve a bérlakás vonatkozásában olyan értelemben, hogy nagyon sok ember befektetés céljára lakásokat vásárolt, amelyet albérletbe adnak ki, egyre szebb és egyre jobb minőségű albérleteket biztosítanak. Értelemszerűen ennek van egy piaci ára, ezt még a magyar ember egy kicsit furcsának érzi, de ugye tudjuk, és évek óta, sőt most már mondhatjuk azt, hogy a rendszerváltás óta folyamatosan jelezzük, hogy a magyar ember mobilitása az egy kicsit rossz az európai emberhez mérten, hiszen röghöz kötött, mindig vegyünk a gyermeknek egy lakást, az ad egy biztonságot címszó alatt, holott lehetőséget kell adni a mobilitást. Nagyon fontos, hogy Miskolcon jöjjenek Ajkára, vagy innen, ha el akar menni Nyíregyházára, akkor erre lehetőség legyen. Azt hiszem kettő előbbi kérdésem negyedik része arra vonatkozott, hogy ön hogyan látja azt, hogy a magánegészségügyi ellátás a kényszerülőket támogathatna az állam például? Erre ebben a pillanatban magam részéről nem tudok válaszolni, hiszen az egészségügyi tárcát a belügyminisztérium alá rendelte miniszterelnök úr. A belügyminiszter úrnak van egy koncepciója, amely még számomra nem ismert. Én biztos vagyok benne, hogy meg lesz erre a megoldás, és az is valahol érthető, és működnie kell, hogy ha az állam nem akar akkora szeretet vállalni ebből a történetből, akkor a magántőkét ki kell használni, a magánegészségügyi lehetőséget be kell hívni. Az itt a nagyon nagy kardinális kérdés, hogy hol van a határ, és milyen mértékben lehet magánosítani ezeket a dolgokat. Most azért azt látjuk Ajkán is, hogy komoly szakrendelések indultak el magán erőből,
Ez, szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog, ez kiforja majd magát, hogy ehhez esetlegesen állami támogatást, vagy pályázati rendszeren keresztül anyagi forrásokat lehet hozzárendelni, ez a jövő kérdése, de biztos, hogy sokat lehet nyitni az egészségügyi ellátáson. Az irány, tehát a részbeni privatizáció, most ugye ez, nehogy félreértés legyen, nincs egészségügyi privatizáció, de nehogy támadásba lendüljön valaki ezzel, nem erről szól a történet, de azok a szakfeladatok, amit ma is látunk, és jól működő, ma már jól felszerelt magánrendelőkben biztosított, természetesen pénzért, ami egyrészt akár biztosításon keresztül, egyrészt hát saját zsebből finanszírozva működhet, ez egy alternatív megoldás. És megint csak azt tudom mondani, hogy egész világon így működik ez. Példákat tudnék hozni arra vonatkozóan, hogy Ausztriában egy laborvizsgálat hogy működik, ugyanúgy 6-8 hetet várni kell egy laborvizsgálatra, de 240 euróért holnap reggel el lehet menni. Hát lassan efelé tartunk mi is. Ez a világ, igen. Igen, tehát a kapitalizmus az kapitalizmus. Szögezzük le. Visszakanyarodva a bevezetőben említettekhez, itt van egy nagyon nagy, vagy mondhatnám giga beruházás a város előtt, ez a Tornapatak és környékének rekonstrukciója. Most az a szerencsénk van, úgy értesültem, hogy azok a források, amik persze kizárva mindenféle protekcionizmust, azok a források, amik ehhez szükségesek, a helyi országgyűlési képviselő felügyelet alá kerültek, mint EU-s miniszter. Tehát lát-e ebben valami plusz lehetőséget, vagy pedig maradjunk meg a szokásos folyamatoknál? Én azt gondolom, hogy ez biztos, hogy nekünk jó és pozitív. Hogy mennyire lehet ezt protekcionizmusnak nevezni, vagy mennyire lehet esetleg egy egészséges lobby értéknek hívni ezt, hát ezt mindenki döntse el maga. Egyébként erről a beruházásról szintén Navracsics úr, Schwarz úr és jó magam többször tárgyaltunk a választásokat megelőző időszakban. Kint voltunk a helyszínen, megnéztük a Tornapatak medrét, egyebeket. Hát én magam ugye ismerem a projektet már korábbról. Azért azóta kiderült, hogy az az elképzelés, amelyet a polgármester úr gyakorlatilag megfogalmazott a szakemberek bevonásával, az teljes egészében nem valósítható meg. Tehát itt egy sokkal zöldebb beruházást kell csinálni. Ez a rendkívül erősen kibetonozott és sok-sok szürke betonnal és térburkolattal fedett részt ezt az Unió nem preferálja. Igen, valaki már szabadtéri színpadnak nevezte így van, a Tornapatak medrében. Így van, tehát ugye itt van megint tervezet. Az, hogy hol van az a határ, ahol meg tudunk állni egyrészt, tehát megjelenés vonatkozásában. Nem akarok negatív példákat mondani, de nagyon sok magyar szép belváros is egy kicsit túllőtt ezen a történeten, és olyan szintű betonozás és fix burkolattal látta el a belvárosi részeket, ami számomra egy kicsit taszító. Tehát a zöld felületre, a virágokra, a fákra nem csak, hogy óriási szükségünk van, hanem az ember lelki világának is szüksége van, hogy milyen millióban, milyen környezetben éli az életét. A Tornapatak revitalizációnál ugyanez a helyzet, nagyon meg kell nézni a szakmaiságát, a szakmai hátteret. Ezen kívül, ha pontosan jól emlékszem, akkor 4 vagy 5 projektet kell itt összefésülni úgy, hogy ez megvalósuljon. Ez a mai matematika szerint 4-5 milliárd forintos beruházást jelent. Hát a helyzetet ismerve lehet, hogy ez sokkal-sokkal több lesz, mire kifut. Nagyon gyors megvalósulása, ne számítson senki. Nagyon-nagyon sok részlet és nagyon sok-sok átbeszélni való van még, hogy mettől meddig történjen ez meg, és mi legyen bevonva ebbe, mert azon túlmenően, hogy esztétikailag a belvárosi rész szépé tétele is egy nagyon fontos dolog, ezen túlmenően a patak revitalizációval a nyugati vonulat felé a meder biztonságát is garantálni kell, hiszen a szélsőséges időjárások miatt sok-sok problémát okozott ez az Alkotmány utca, Téglagyári utca, Kinizsi utca környékén az elmúlt években. Gondolom, ha ez a megegyezés megszületik, akkor lehet szó az első kapavágásról, vagy az első pályázatról, ami ehhez kapcsolódik. Így igaz. Egyébként személyesen tárgyaltam államtitkárságon azzal az úrral, aki ezt az egészet összefogja. Sikerült is egy egyeztetést összehoznom polgármester úr és a szakreferensek között, úgyhogy megindultak ezek a tárgyalások, tehát jó úton haladunk.
Még egy lényeges kérdés, vagy koncepcionális kérdés lakossági fórumon, vagy nagygyűlésen is felmerült, hogy Padrakút esetleg elszakadna Ajkától. Vannak, akik támogatják ezt a szeparatista törekvést, viszont vannak ellenérvek is nyilván, ott is elhangzottak. Önnek mi a vélemény egy ilyen különválási törekvésről? Esetleg precedens teremthetne Ajka számára, hiszen sok kis településből áll össze. Sok kis településből áll össze, de azt tudni kell, hogy egy település ahhoz, hogy leválhasson egy nagy településről, az nagyon sok feltételnek meg kell, hogy feleljen. Padrag ebben az esetben egyébként egy kiváltságos szerepet vagy lehetőséget él ma meg, hiszen akár iskolaépülettel, akár orvosi egészségügyi ellátóépülettel rendelkezik, kvázi egy önálló önkormányzatként tudna működni, leválhatna. De azért ezt nagyon-nagyon meg kell vizsgálni ennek a lehetőségét, úgy a működés vonatkozásában, a bevételek, a források biztosítása és egyéb, hogy mekkora lehetősége van, vagy lenne, létjogosultsága lenne ennek a településnek önálló működésre. Ugye azért merült ez fel, mert a kis településeket a kormány külön preferálja, és ugye a faluprogramokon keresztül sokkal-sokkal más forrásokhoz tudja juttatni, és ezért a fejlesztés talán gyorsulna. Én azt hiszem, hogy polgármester úrnak meg kell hallani a világszavát, és egy kicsit igazodni kell ehhez, és Padragot már nem mostoha gyerekként kezelni, hanem oda kell tenni a fejlesztéseket, és azokat a fejlesztéseket, amit a padragi emberek igényként évek óta mondanak. Azért nem szabad elfelejteni, hogy ott több mint 3500 ember él Padragon, az nem egy kis település, úgyhogy, vagy településrész. Úgyhogy erre oda kellene figyelni, és a fejlesztéseket nem mereven politikai alapon megosztani, azért, mert egy fideszes képviselő van a térségben, hanem konszenzusra jutni. És itt jön be az, amiről én folyamatosan beszélek, hogy konszenzus nélkül nincs normális fejlesztés egy városban. Ha az a cél, hogy feszültséget keltsünk, az nem biztos, hogy egy pozitív eredőt hoz. Ha az a cél, hogy konszenzusra jussunk, és tudjunk normálisan együtt dolgozni, és használjuk ki azokat a lehetőségeket, amit ma kormányzati szinten, parlamenti képviselőn keresztül, egy miniszterrel, a társajunkban kvázi el tudunk érni, akkor buta dolog lenne ezt figyelmen kívül hagyni. Na most, ha úgy gondolja, hogy Padrakút nem kapja meg a őt megillető fejlesztést, úgy általában mi a vélemény a település részekről? Van olyan is közöttük, amelyik esetleg túl sokat kap, idézőjelben persze, mert túl sokat senki se kaphat, de mondjuk érdemeinél többet, vagy kiegyensúlyozott a finanszírozás? Nem akarok éket verni egyetlen település részt között sem. Az, hogy milyen módon vannak preferálva ma a település részek, az azért egy kicsit látszik a politikai palettán. Ebben nem szeretnék belemenni. Ez úgy ért, hogy a helyi képviselőnek a színezete meghatározza, Igen, a helyi képviselő színezete ezt azért meghatározza. Polgármester úr ciklusokkal ezelőtt ugye sokszor elmondta azt, amikor egy jobboldali település részen megszólalt lakossági fórumon, és nem úgy jöttek a fejlesztések abba az irányba, akkor azt mondta a lakóknak, hogy kérem szépen, tetszettek volna jobban szavazni, vagy jobban választani, ugye? Tehát én azt hiszem, hogy egy polgármesternek, akit egy város többsége választott meg, és ültetett a polgármesteri székre, őneki azért ennél nagyobb felelőssége van, mint hogy ennyire megosszon egy várost. Tudni kell mindenhol, hogy a megfelelő igények figyelembe és a lehetőségek figyelembevétele mellett mindenhol fejleszteni kell. És nem akarom elbogatrizálni dolgot, de hát a politikusok szavazatra mennek, nem? Hát végülis oda adják, amellé teszik le a szimpátiákat, akik azért vissza is adnak ebből valamit, de ez már egy mély lélektani, vagy... Hát mély lélektani, igen, de elég mély lélektani sztori folyamat, ez kétségtelen igaz, és a művészet abban rejlik, hogy itt megtaláljuk az egyensúlyt. És az elegancia. Igen. Így igaz. Hát tulajdonképpen ennyit szerettem volna kérdezni. Van-e valami, ami esetleg önbe szorult így a beszélgetés során, vagy eszébe jutott, hogy erről jó lenne beszélni? Mert szívesen... Hát talán annyit szeretnék elmondani, hogy visszatérve az országgyűlési képviselőnkre, hogy nagyon bízom abban, hogy a polgármester úr és a képviselő úr között, illetve a polgármester úr és a jelenlegi Fidesz frakció és a Fidesz szervezete között ki tud alakulni egy normális munkakapcsolat.
Természetesen a politikai villongások azok soha nem fognak megszűnni, de azok, amennyiben építő jellegűek, és visszacsatolva arra, amit ön mondott, hogy ugye, hogyha az ellenzék megszólal, és azzal olyan tüzet szít, vagy olyan szikrát pattint, amelyből egy meleget adható tűz alakul ki, és pozitív irányba megy a dolog, akkor az jó. Mindig azt mondom, hogy tudjuk, hogy hol a határ, élni és élni hagyni, ne ígyuk sárig a pocsolyát egyik oldalon sem, hanem békességbe próbáljunk meg a város érdekében együtt dolgozni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget.